Az országgyűlés 2000. június 13-án nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, aki 8 évet töltött fogságban a Gulágon, majd az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központ börtönében. Az emléknap alkalmából Fószti Vadar és Horváth Tamás alpolgármesterek koszorút helyeztek el a Rákoskeresztúri Bujovszki ház falán található emléktáblánál, néma főhajtással tisztelegve a családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hulcolt honfitársak, a koholt vádak alapján elítélt emberek, valamint az ellenállóként mártírhalált halt hősök előtt.